a Sándor mondja nekem, hogy hát ő ennélkül nélkül nem tud élni, mert meg van akadva, és ott megtalálta a megoldásokat, de hát a Brakot nem hívhatja ide. A tanárának erről fogalma sincs, a magyar tanárikkal. Az kimerült, amit mondhatod neki, mert hiszen még én is, ahogy mondtam, de ezt a Brakot még én se tudtam, tehát hogy ez neki kellene. És akkor megkért, hogy konspirálnék-e vele, ő neki van egy nagy ilyen malaclopó köpenye, hogy hívtuk akkor ezeket a, ezt az anyagot, az akkori proli kabát anyag. Volt egy sajátos anyagnév, most nem jut eszembe. Mindegy, majdnem földig érő köpeny, és hogy ő ebbe, tudja, hogy mekkora könyv, mivel ő lapozhatta, készít egy belső zsebet rávar, fölül nyitva, és amikor megint megkéri, hogy vagy nyitva hagyatja az árat, és akkor fölemeli, és egyetlen mozdulattal besülyezt, és tovább nézi, mint a semmi se történne. Én falazzak neki, és ő végig gyorsan, kihetesen is eltűnik. Közel lakott a Szív utca, ami a Körönd utáni első utca befelé, ugye a Lövölde tér felé, ott lakott az első sarkon, Albert, az érdekes módon, a Szegfő utca, francia intézetnek ott volt a francia intézet épülete, akkor még ott volt. Ott ki is állítottam ugye a pincébe, 1979-80-ban. A Sándor oda haza tudott robogni két megálló a metróval, és megtörtént a kabát, mutatta nekem a nagy zsebet, és akkor bementünk, és akkor végre hajtódott ez az ellopás. És attól fogva meglett neki a Brak kötet, amit hát aztán Cafatra lapozott, együtt néha elemeztük, mondta, hogy mi ragadja őt itt meg, és hogy teszi ezt bele a festészetébe, hogy tud tovább lépni. Én további lopásokról őszintén szólva nem tudok. Én azt nem is tudtam, hogy más is bátorkodott ilyet csinálni. Én egy úri fiú vagyok, cseperi proli, tehát nekem az eszembe se jutott, hogy én valamit fölemeljek, ami nem az enyém, és eltegem, eszembe se jutott.